Ez itt az Antares TV, az ország legnézettebb nem létező műsora. Mai adásunkban a Green Igen nevű céghez látogatunk el, akiknek köszönhetően a születésnapi koncertünk is megvalósulhat. Honnan jött a névválasztás, a Green Igen név? Hát a Green Igen ugye a nevében is benne van, hogy greenre mondjuk igent. Ugye hát a zöld átállás, ugye, amiről beszéltem. Elkötelezettek vagyunk a fenntartható globális jövő megteremtése mellett. Mi is kitűztük magunknak célul, hogy 2035-re zéró karbon kibocsátásunk legyen. Mivel foglalkoztok a cégnél? Földfelszín feletti szerelvényeket gyártunk, ugye, ami alapján kitermelik a geotermikus energiát, és ugye azt használják föl különböző hőerőműben, hogy használják fűtésre akár a hőt, a földhőjét használják. Mi ezt gyártunk olyan szerelvényt, amin keresztül tudják ezt megtenni. A hidrogén az úgy kapcsolódik ide, hogy a szerelvényeken keresztül tárolják le a földbe. Tehát magyarul olyan pici rés van az adott dolgok között, hogy még a hidrogén atomok se tudnak átmenni közte? Így van, ez így van. Hogyan kerültetek kapcsolatba a zenekarunkkal? Hát ez nagyon egyszerű, mert nagyon régóta ismerjük egymást, és nagyon régi barátok vagyunk. Még a kedvenc számot tőlünk? Mindegyik szuper, de ami most tetszik, az a medley. Lehet, hogy azzal fogjuk kezdeni a koncertet? 10-es skálán mennyire várod a születésnapi koncertünket, ami május 18-án lesz az A38 hajón? Nagyon várjuk, és 10-es skálán 10-esen. De most komoly!